Testvéreim, íme az apparatus acidularis, azaz savanyú víz készítő. Itt hamuzsír keveredik kénsavval. Nyugalom! Nem kénsavat isztok. Ebből széndioxid keletkezik, azaz sok kis buborék. Így lesz a víz finom, pezsgő, frissítő. Na, hogy ízlik? Tudományos. 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 De gáz. Így van, széndioxid gáz. A szódagép volt az egyik első találmányom. Bár Angliában és Svájcban titkolóznak, hogyan kell ezt csinálni, én olyan szódagépet találtam fel, ami egyszerűbb és hatékonyabb is. De nem csak emiatt érdekes a történetem. Kezdjük ott, hogy sokáig nem is Ányosnak hívtak. Istvánnak kereszteltek. 17 évesen a teremtő erős hívását éreztem, ezért beléptem a bencés szerzetes rendbe, másodunoka testvéremmel, Cucor Gergellyel együtt. Ekkor vettem fel a szerzetesi nevemet. Az Úr áldása legyen rajtad, Ányos! Meg is áldott, tehetséggel és szorgalommal. 1822-ben a bölcsészettudomány doktora lettem, és nem sokkal később el is kezdtem tanítani. Akkoriban az órák még szigorúan csak latinul zajlottak. Ora et labora! Mi? He? Imádkozzál és dolgozzál! Jó! Ja, tényleg! Persze. Hát hogyne? Fiúk! Én tartottam az első magyar nyelvű egyetemi előadást. Sőt, én írtam az első magyar nyelvű egyetemi fizika tankönyvet is. No, drága fiam, fogd! Ebből már könnyebb lesz a tanulás. A súlyos testek természettana. Nem is olyan súlyos. Sok olyan szót is olvashatsz benne, amit én találtam ki. Például? Például áram, térfogat, merőleges. Meglepő, de ezekre eddig nem volt magyar szavunk. És miért van rájuk szükség? Ezekkel a szavakkal már a magyarok számára is érthetőbbé tudjuk tenni a tudomány csodálatos világát. Mindig hű voltam rendünk jelmondatához, sokat imádkoztam, és fáradhatatlanul kísérleteztem. Bár több találmányomat a világon elsőként alkottam meg, sosem törekedtem hírnévre. Ezért ezekből néhányat más tudósoknak tulajdonítanak. Villámdelejes forgany, vagyis egy kis elektromos motor. Mindenféle gépet vagy kiskocsit lehet hajtani vele. Ez igen. Unipoláris induktor. Aha. Villanyindító. Dinamóna. Majd később elmagyarázom. Ez pedig az ívlámpás. Ugyan már mások is kitalálták, de én tovább fejlesztettem. Egyszer olyan erősen világítottam meg vele a pannonhalmi bazilika tornyát, hogy a falubéliek azt hitték, hogy tűz van. Kitört a forradalom! Éljen! Hurrá! Induljunk! A nemzet harcba szállt a szabadságért, a tanítványaim pedig elmentek katonának. Magam is nemzetőrnek álltam. A napi szolgálat után visszamentem az egyetemre kísérletezni. 1849-ben a budai várat védő osztrákok ágyukkal kezdték el lőni Pestet. Adj erőt, uram, hogy meg tudjam menteni szertáramat az emberiség jövője érdekében. A gondviselés győzött. Minden biztonságba helyeztem, így később folytathattam a kísérletezést. Életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott. Az Úr kegyelméből az egész világ megismerhette találmányaimat. Szeretett hallgatóim, ne feledjétek,
Tehetségünket azért kaptuk, hogy másoknak is hasznot és örömet szerezzünk vele. Éljetek hát ti is szorgalmas életet! Bízzatok az Úrban, és élvezni fogjátok munkátok gyümölcsét, ti magatok is! Hát, igen huncut ez a szóda, szó se róla. Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyai.hu-n.